idő és hatékonyság témában, az egy tapasztalat, hogy sok ember van, aki folyamatosan beszél arról, hogy mit fog csinálni, hogy délután le fog majd zuhanyozni, holnap el fog majd menni valahova, jövő év elején megkezdi a diétát, január 1-től ez és ez fog történni. Tehát amikor valaki folyamatosan arról beszél, hogy mit fog majd csinálni, úgy bizony meg is marad ebbe a mit fogok csinálni üzemmódban, ebben az állapotban, és nem fog a tettek mezére érni egy könnyen. Tehát amikor a mit meg fogom majd csinálni valamikor állapotot fedezzük fel magunkon, úgy lehet, hogy az idővel van egy olyan furcsa viszonyunk, hogy halogatunk, későbbre toljuk, nem akarjuk megcsinálni, és nem a tettek emberei vagyunk, és nem a hamar cselekedjünk embere típus vagyunk, hanem majd valamikor a távol jövőbe egyszer majd meglépünk valamit. Az idő és hatékonyság szempontból átértékeli, vagy értékeli saját életünket, nézzük meg, hogy valójában jó ez nekünk, valójában tartani akarjuk ezt az állapotot továbbra is, vagy ki szeretnénk ebből mozdulni.